és erre egy kis adalék. Ez a rekordja, 33 győzelem, 5 vereség, 27 KO. Ő Gatti, és ha minden igaz, akkor néhány mérkőzéséből láthatunk jeleneteket, így van. Nagyon sokszor véres csatákat vív. Háromszor volt olyan mérkőzése, amely az év meccsének bizonyult. Robinson Rodriguez és a képen látható Ruelas ellen. Csak Ivan Robinson ellen vesztett, a többit megnyerte. Ez pedig az Oscar de la Hoya. Gatti egyéb iránt Terron Millett látja, de Vincent Phillips ellen érte. Tudni, hogy néha meglehetősen sérüléke rajongó tábora van, hogy bárhol megjelenik, tessék hozni. Na de hát nem is méltatom én őt tovább, esélyesnek számít. Egy vereség után, hogy újra a legjobbak közé emelkedjen. Meglehetősen nyílt boxoló egyébként, Gatti, ez látható. De az is, hogy akkora elszántság van az arcán, hogy ő... Az egész mozgás a gondolom, minden vadállat ilyen, és nem rossz értelem vannak a... Fizikailag nagyon jó természetesen Millett is. Hát persze, tudod. Szóval minden különbség onnan értem rám is, ha megvészen szuper szinten van. Aha, Millett villan. Gyors, csak hát itt az a hátóhelyző pancser ellen, tél ellen, hanem egy másik világklasszisnál használja ezeket. Még a meccs előtt volt ünneményes, amikor összejöttek, és Bio mind a kettőjüket átölelt, hogy gyerekek, akkor ti is tudjátok, miről van szó. Olyan aranyos volt. A szeretet és tisztelet volt benne. Hát, nagy adok kapok. Na, Gatti belemegy abba, amit szokott. Hát, ez nem sikerült. Kápázott is. Hát én nem tudom, úgy látszik, hogy most meg akarják mutatni, hogy melyikük az erősebb. Itt most nem nagyon... Ez írt is. Ez most az. Hát, ha te is akkor átütsz, akkor én is. De most... Gatti elkapja Millettet. Igen, ez a távoli indításokkal nem tud mit kezdeni Millett. Ha közel arc van, akkor remetizés, de amikor távolról indít, ajaj, akkor... Ú, micsodát kapott az a testre. Ha! Hát igen, Gatti... Saját fegyverük, ez az már a második menetben. Hogy jazzzenészeknél szól. Szólik volna kezdet, tehát minden. Mindenképpen fizikai, hát ilyen, tehát tudatosan ilyen. Meg be kell várni. De Gatti félelmetes ellenfél mindig, tehát aztán jobb egyenesével. Na egy ilyennel, csak aztán még ennél is nagyobb volt. Tekintélyt parancsolt magának. Aztán most meg nagyon elindul megint. Hűha! Abból a helyzet kellett, hogy ráérezzen ez a vadállati reflex, hogy és nem abba tud... pillanatban. Millettnek annyi? Szinte vele sápad. Igen, ott a riadalom a tekintetében, hát ez egy elemi jelenség volt. Kész! Ezt nem lehet sokáig bírni már a mérkőzésen. De... Igen. Egészen lehetetlen ez. De... Talál akkor az elég, hogy befejezzük a meccset. Hú. De itt... Gatti ki fogja végezni. Gatti kihabálnak, kiütést akarnak látni a nézők. Most nem. Szétvert, ráma. Felállt ebből a leütésből is. Most már nem fog tudni felállni. Hát most már nem. Hát most azt hiszem, jó hogy... Közös. Most elindul. Bele remegett. Vaj, de...
ez meg aztán. Volt, hanem elfogyott egyszerűen az utolsó tartalékra is ebbe. Állt, és aztán egyszer csak kihúzták a lábait. Mindig próbál állni.